Tető rajongó, szeretettel köszöntelek. Anyukám, öreg Cilla lerobbant a hétvégén. Nem tudod elképzelni, mibe voltam, mert én már pillanatok alatt, érted, bekaptam a izét, a cumit. Mondanom se kell, ne tudjál róla. Hát lerobbantam, tudod? És akkor hogy éreztem, gyorsan nézve a Peti csészébe beleköptem egyet, mondom, jó, nem Covid, tudod, ilyen Covid tesztes, jó, nem a Covid-ról van szó, se. Megfáztam. Hát mentem, érted, ízi ki a masszázsból, ledobott ancukba, minden is kész, kizébb, már bekaptam a legyet. Már mind nem úgy, anyukám, nem, nem sül a cipó a ízesütőben, nyugodjál meg. Semmi, szóval, és na most meg már készülök a ízére, este, képzeld el, engemet meghívta, este ugye előadáson, de az egy más, otthon szó, hatra megyek a nyugati térre Hanuka gyertyát gyújtani, érted? Fogalmam sincs ugye ezekről a zsidó hagyományokról, de meghívtak, én meg bevállaltam, mondtam, hogy menjünk, anyukám, mindenbe részt kell venni, most egy kicsit így föl is izélem magamat, jól nézzek ki. Úgyhogy Hanuka gyertyagyújtás van, az lesz, akkor akarok majd neked mondani egy pár dolgot, hogy itt a nagy betegeskedésben, tehát miket néztem, te már idegben voltál, hogy hol a Cilla, where is Cilla, Cilla is disappeared. Mondom, akkor jövök, de mondom, a Hanuka gyertyagyújtásra össze kellett szednem magam, úgyhogy nem volt rohangálás, egy percig sem, el tud gondolni. 6-kor a nyugati téren fogunk találkozni, ha te oda jövöl, és kíváncsi vagy rá. Előtte majd meg egy pár szót mondok neked, most utána néztem, olvastam mindenek, érted, hogy a Hanukáról neked mit kell tudni, érted? Úgyhogy még azzal, most meg, ja, most tudod, miben vagyok, hát romantikus a Cilla, Sziszi trilógiát nézek, percenként elkönnyezem magam, várjál, miért befordítom a kamerát, várjál. Na, Sziszi trilógia, második résznél tartunk, érted? YouTube-os az öreg Cilla, mondanom se kell. Most van Andrássy Gyula grófikat fogadja Ferenc József, a fiatal császár, ugye? Ez egy a kiegyezés körül időszak, 1867-nél tarthatunk, picit előtte. Sziszi besírt, azt mondta, hogy ő nem jön el, nem fogadja a magyar delegációt, az Andrássy Gyula ugye oda ment, és akkor könyörgött a Sziszinek, Sziszi mondta, hogy I am not capable to do this, ezt mondta németül, happens ist heitit nicht noch nacht, mondta neki, és erre egyedül kell mennie, és ezt ilyenkor szoktam beszírni, a szerelmeseken, tudod, inkább. Ma hétfőn az öreg Cilla ilyen könnyezős Cilla lett, érted? Van ez a könnyező szerda, én meg most könnyezős Cilla lettem, mindenem beszírok, minden romantikus pillanatba, biztos a időt teszi. Nézzük, milyen gyönyörű a Romy Schneider. Jaj, az édesanyja Magda Schneider, tudod, nyáron voltunk, Cannes-ba elvittelek tégedet arra a kis sziszigizére, múzeumba. Volt ott a Cannes-i filmpalutánál, tudod? Tragikus szorszónő volt egyébként, mint színésznő, de mint uralkodónő, Sziszinek is tragikus volt a szorsza. Ferenc Józsefé meg aztán még tragikusabb volt. Ezt gondolj bele. Meggyilkolják a feleségét, öngyilkos lesz a fia, mit tudom, meggyilkolják az unokát. Na, most elrendelték a... Oda néz. Oda néz. Zófia, ugye, Ferenc József édesanyja, teljes tubba volt ezével, a Sziszivel, idegbe kerültek állandóan. Most jön a magyar delegáció. Oda, ez az Andrássy Gyula gróf, ez a Pálffy gróf, az a Batthyány gróf, érted? Mindenki gróf, anyjuk, oda néz. Megérkezik a császári pár, beszírnak, behajolnak, én mindjárt bekönnyezek, megint Messi lejtett egy kulcsot, ide hallom. Oda néz, de jól néz neki. Szóval most ebbe vagyunk, érted? Sziszit nézünk, YouTube-on megtöltöm, hogy Sziszi 1, Sziszi 2, Sziszi 3. Így van a trilógia. Oda, most mit mondok? Andrássy beszél, várjál. Akkor még voltak urak Magyarországon. Aha. Koronázzák Magyarország királyává. Na, megint beszírok. Érted? Összecseng az én kívánságommal. Megkoronázzák ugye Magyarországon, ugye a budai várba koronázzák Ferenc Józsefet és Erzsébetet is. És akkor azt csinálják, hogy minden vármegyéből
egy vödörnyi földet oda visznek, és akkor abból lesz egy domb, és oda kell majd föllovagolni a Ferenc Józsefnek. És egy négy égtájba így mutat a kardjával, így bemutat, és akkor azt mondja, hogy megvédi a hazát. Teljesítem a kívánságukat. Oda néz. Kérem, adják át a magyar népnek. Na? Köszönetemet, és na, hát most mondtad, hogy nem szírsz be, jó pofa vagy. Na jó, Millió, az úgy utána meg egy pár mondatot akarok neked még mondani a Hanukáról, jó? Hogy tudjad, hogy hova megy az öreg Cilla ma gyertyát gyújtani. Kedves barátok, na, ezt mondtam neked. Magyarország minden megyéjéből eljöttek az egyszerű emberek, na? Hogy a magukkal hozott földből dombot építsenek. Tudod, honnan tudom ezt? Amelyen jövendő királynénk leteszi. Hát, hogy vagy 62-szer láttam ezt, jó pofa vagy. Hát, többet láttam, mint a rabszolgasztorszott az Iza urát. Pedig azt is megnéztem, vagy 400-szor. És a szent földet is. Így, és akkor így hozzák a földet, látod? Minden megyéből. Szeretett hazánkat. És ebből építenek a magyarok egy dombot. Látod? Na, a pásztorbotot átadta. Az anyaszent egyházért, most megszentelik a földet. Hát ez a Millió az ügy. Millió az ügy, ezt te láthatod. Drága követő rajongó, akkor Misi az itt tolálkodik nekem a porcívóval, azt mondja, hogy Veszprém, nem? De Veszprém, az érkezik. Minden megyéből. Itt van a mi erzsébetünk, akkor itt jön a császár, most itt be kell térdelni a Sziszinek. Anyukám, mert most a koronázáson vannak, és megkoronázzák ugye magyar királynénak, ugye a urát, a Ferenc Józsefet pedig Magyarország uralkodója lesz. Ezt követően már csak egyetlen egy koronázás lesz Budapesten, az 1916-ban ugye IV. Károly néven, mint magyar király, és aztán első Károly osztrák császár lesz. András ját nyújtja a jogart, ott a Szent Korona a főjén, Jajetta Vityóis hordja, nem tudom, egy-egy a méret. Most az aranyalma, ezt meg a parlamentben megnézheted egyébként, a szent jogart, az aranyalmát és a koronát. Közelében nem ennyi, mert úgy rádordítanak te, hogy összerezzen el. Belogatja a magyar zászlót, belogatják, érted, az a Habsburg-osztrák lobogót, elverik a harangokat, és megindul a korona. Szóval ez az ügy ma. Ez az ügy ma, drága arany követő rajongó, szeretettel köszöntelek. Ezzel vége a második résznek, és ebben a szent minutumban mi röpülünk át a harmadik rész. De kilöktem neked, minden tudol. Jaj, várjál meg, anyukám, ez egy szángyungos az öreg Cilla, azt mondja, de átvettem az új szang, ezt mindjárt megmutatom, csak nem volt lehetőségem neked ezt kilökni, tudod? Nem akartalak tégedet ezzel. Ja, de más is van, amit akarok neked. Akarok egy ajándékötletet mondani neked, mert nagyon edukatív, nagyon jó. Zolna is. De mindjárt ezt kilököm neked, de addig tartsad a vonalat nekem, jó? És most Sziszit oda néz. Ő is a jogar. Igen, most azt nem tudom, hogy ilyenkor a feje fölé tartják-e a szent koronát. Igen, az szokott lenni, hogy nem... Ja, mellé rakják, látod? Így van a koronázási ünnep. Szálló! Na most, anyukám, na most bekoronázza, ott most föllovagol a Ferenc József. Egyébként ez 1867. június 8-án volt maga a koronázás, a Láncidat is lezárták, hogy ezek tudjanak avászkodni jobbra, most is lezárják a Láncidat, de most ott rösszóz miatt. Most esküszik meg, hogy megvédi a hazát, Ferenc József. Később érkezik Erzsébet, Mária Terézia hintaján fog érted berongyolni, és aztán őtet is meg fogják gyönyörűen koronázni, a vállára helyezik majd a Szent Koronát. Az uralkodónak meg a fejére. Tudod? Ott van a Andrássy Gyula. Ez fönn a budai várban történik meg, ez az óriási nagy izé, hadszacári, de ugye ez 1956-ban forgott, érted, ez a film, amikor nálunk éppen kommunizmus volt, úgyhogy nem nagyon akartak ott izé grófokról beszélgetni. Oda figyeljél, most nézed meg. Ja, ígértem neked a szángyungot, na majd mindjárt jövök, nézd meg, és a halál. Ott a bocskai díszmagyarban, nézd meg, és a osztrákok kiegyeztek, béke van, nyugi van, itt van Erzsébet, Wittelbach, Erzsike, érted? Érted? Itt van apukája, ott van anyukája, érted? Igen, és most megy a koronázás. Na, most, oda nézd. Kötelességem országommal szemben. Cs,
Cipálta a magyarokat. Nekem a nép szeretete emelt a királynéjába. Hát nem egészen, de igen. Ugyanezen szeretettel fogok közeledni a néphez. Úgy van. És mindent megteszek, hogy na, a hát ez egy uralkodó volt, érted? Most nem ilyenek vannak, nyugodjál meg, egy percig ne aggódjál. Most csak olyan lehúzás megy, jó pofa vagy. Csak úgy csinálunk, mintha nem. Jó, nézd meg. Érted? Na, hát akkor ennek a népnek anyukám fényes a történelme, jelene halovány, de azzal te ne foglalkozzál most egy percig. Jéggel. Egyébként magán a koronázáson, ugye a Mátyás templomban fog megtörténni majd, vagy történt meg, és Liszt Ferenc koronázási miséjére fogják majd megkoronázni az uralkodót. Kérlek szeretettel és a legnagyobb tisztelettel, akkor most várjál már, millió ügybe kell lennem egy pillanatig, addig te tartod szépen a vonalat nekem. Igen, eljövök a kék Opel mellé, álomkék, elektrikék, igen. Igen, jövök tovább, mész a Sangyongba. Igen, elhagyom a BMW-t, ugye, akit a csodai hármat cipálja a Cilla nagyon. Igen, akkor itt van a... Figyelj ide, most lelököm az előkelőt, a korandót, ide látod korandó, ezt én itt hagyom, mint Szent Pál az oláhokat, hogy isteni volt, és igen, nyomod a kulcsot, igen, ez még ilyen kulcsos, kiszeded a hülyességeidet, érted? És átpakolászat. Minden ide, ancugot, mindent te kiszedel, visszaadod ezt a pupos autót, igen, a zsákba lököd, igen, ezt is kell, ez is kell, tőtőt te nem kapol, csak kaptál, Coca-Colát kilököd, igen, mi van itt? Jaj, várjál, még itt volt nekem, volt, igen, ólelá, várjál, már a cipős dobozt, el kell vinnem a baptistáknak. Ne hülyéskedj, Cilla, where have you been? Why I did not see that? Millió az ügy. Baptisták, szeretett szolgi. Igen, ezt is viszed. Ebbe befér. Ha ez is az enyém. Ja, Amerikából van. Hát Amerikából van. Igen, ja várjál, akkor most ebbe. Egy kis párna is van az öreg Cillával. Persze, kezd addig a vonalat. Most meg fogom neked mutatni, hogy milyen a Torres? Tudod, mert téged ez nagyon érdekel. Te kérdezed tőlem, hogy miért keresel engemet nővéremen Ibolyán keresztül. Érted? Jövöl tovább. Sangyong. Sangyong! Lehet, hogy valami köszönés. Meg kéne tudni, hogy koreai úr. Lehet, hogy megkérdezem, van ott a Hizde Rozsadom Centerben. Tudod, az a koreai. Jaj, ez volt a tanem. Nem, ez a Torres. Torres Cilla. Oda nézd, milyen kapaszkodó van. Kívül vagy belül utazom. Ó, be van zárva. Anya úristen, itt mindjárt jön a Zsót. Ezt elmondja nekünk, hogy mit kell tudni a Torresről. 160 nem tudom hány lóerő. Tehát így nyomogatom. Ez, Torres. Most egy pár napig Torreses a Cilla, érted? Várjál, tartsad nekem egy pillanatra még a vonalat? Ez a kulcs nélkül indul. Így van, nem kell semmit. Aha. Csak nyomom. Jaj, de jó. Ezzel a dolgot. De azért még mindig itt kicsapom a kulcsot. Persze, csak úgy sem tudod berakni. Ja. Jó? Hát megjelenik itt a műszerfal. Igen. Ugyanezt ezt a dolgot tudod végig játszani. Aha. Látod? Tehát, és ez már ilyen sportkormány vagy hát, mi, ugye? Igen, ez így ilyen... levágva. Könnyebben be tudsz ülni. Meg itt csináltak egy ilyen dizájn. Tök jó működik egyébként a dolog. Gyári navi. De úgy is kifogod... Ezért a kirakom, persze. Így van, tehát ugyanazt kell megcsinálni egyébként. Ugye itt annyi, hogy be van automatán ráértve, szint vagy így váltogatni fogja. Ja, látod? Igen, aha. Jó, tehát ez ilyen... Színváltós. Jó. Ez is egyötös négyhengeres? Egyötös négyhengeres, így van. 160 nagyon fontos négyhenger alatt sehova nem megy az ember. Így van. Jelentsen, igen. Ide vannak leköltözve azok a dolgok, amivel ugye tudsz hőmérsékletet állítani. Aha. Jó, tudod, ülésszellőztetést ki tudod választani, ugye nem azt akarsz most, igen. De fűteni szeretnél, akkor ezt be tudod állítani, most ugye járnia kéne a motornak, igen. De nem fog. Persze, így elindulni. Igen. Van egy autóhold funkció, ez az automata váltóhoz jó, én nem használnám. Aha. Jó, mert ugye az automata váltó ugye olyan, hogyha megállsz vele a lámpánál, igen.
nem nyomod a féket, akkor elkezd húzni. Tudom, igen. Jó, ha ezt bekapcsolod, ezt a és dolgot, akkor tartja. Akkor ő tartja. A jó, szuper. Én, te nem hát, szereted. Én hát, akkor... Annyival, hogy nagyon meg tud lódulni. Igen, meg ha véletlenül tudod, az elektronika azt mondja, hogy akkor mi van? Ja, értem. Aha. Én inkább nyomom a féket, én nekem én el vagyok hát, én ezzel a dologgal. Jó? Úgy itt tudod kikapcsolni a startopot. Ezt nem használnám. Jó, ez egy négykerékhajtású autó. Ez már négykerekes. Ez négykerekes. Ugye ez automatikusan fölismeri, hogyha gond van, akkor átvált. Aha. Jó? Tehát akkor segíteni fog abba, hogy te ezt ne így használjad. Aha. És ne pörögjenek ki a kerekek. Viszont ha olyan helyzetben vagy, hogy kell a négykerék, akkor ezt itt megnyomod szépen, és 40 km/h-ig zárni fogja. És fog segíteni abba, hogy kimenjél belőle. Ja, értem. Jó? Tehát ezen, ez a négykerék meghajtás. Így van. Jó. Jó, kormányfűtést itt tudod bekapcsolni, és akkor van még egy. Hogy ez már nem a kormányon kapcsolat. Nem. Jó, és még egyet itt el lehet lapozni, és akkor itt van ilyen, hogy drive mód, ugyanaz a sport, normál, de én berakom normálba. Nincs az autó volt, jó, de az ott megjelenik ott fönn, lejtmenetvezérlő, egyébként semmi más olyan dolog nincsen. Mindent itt meg tudsz csinálni. Na hát nagy szángyongozás lesz itt a hétvégén, azt kell, hogy mondjam. Szóval jó, úgyhogy... Jó, vettem az adást. Jó. Hát rajongó, én már itt a kupiszobában üldögélek, most itt beüldözött engem egy pillanat alatt, tehát hátam mögött a Fregoli, Anna Mari Jézi szülinapi ajándéka, ugye Győri Márton festmény, egy jó pofa vagy. De most azt akartam neked elmondani, te csak figyelj ide, és kapod, hogy olyan Hanuka, de most Hanuka van. Most azt neked tudnod kell, hogy ez honnan jön, és akarok neked mutatni, mindjárt bemutatok neked egy úgynevezett Hanukiát, és azt mondja, te fogod látni, megérteni, hogy ez valójában miről szól ez a Hanukia. Neked tart, ezt Anna Maritól kaptam egyik születésnapomra, neked addig most tartanod kell nagyon a vonalat, amíg én erről beszélek. Nem lesz nagy okosítás, mert én magam sem ismerem ezt az egészet, annyira sajnos nem tanultam, úgyhogy, de utána, mentem utána, te mint megőrülsz, megvadulsz, de úgy. Vető rajongó, ez, amit te itt látod, ez egy Hanukia, ez nem egy menóra, mert az héttágú, hanem ez egy 8 plusz 1, itt lenne a mécses tartó, csak azt nem adták oda Anna Marinak, mikor kaptam tőle. Szóval, hogy azért tessék majd visszajönni, sosem ment vissza. Itt volt egy mécses tartó, tehát itt 9 lángig valójában. Na most ugye 8 napig tart ugye a Hanuka, minden nap egy gyertyát kell meggyújtani. Na most, hogy honnan ered az egész? Most nem akarok belemenni, hogy Makabi Júdás egy marok csapattal nekiugrik, mint ott az anyjának, érted, a szíriai görögöknek, mert azok rá akarják venni őket, hogy áldozzanak disznót, meg nem tudom én, meg a több istenhit, meg a nem tudom, de ők kiállnak maguk mellett, és legyőzik őket. Tehát ennek a győzelemnek az ünnepe a Hanuka, és itt ez a kis mécses, ami itt hiányzik, ez egy kis olajmécses volt, ami egy napi olaj volt, és képzeld el, ez volt a nagy csoda, nem egy napig jöhet, hanem 8 napig, érted? És akkor 8 gyertyát kell meggyújtani. Ez a fényt jelenti. A fényt egy szál gyertya is, egy szál mécses is fényt tud adni a sötétségbe. Ez a Hanukának a lényege, ez nem a tórából való ünnep, ez hasonlít a Purinra, amikor az is egy ilyen háború dolgoz fölön, minden. Szóval ebben nem akarok belemenni, nem akarlak tégedet fárasztani ugye ezzel. Ez semmi köze a karácsonyhoz, csak egy időbe esik, tudod? Tehát körülbelül ennyi, de bármi kérdésed neked fölmerül ez véget, te fölkóstolod az én Fröli Kitty barátnőmet, mert ő mond el mindent. Minden nap új gyertyát kell gyújtani, és egyébként összesen 44 gyertyát kell meggyújtani ez idő alatt, érted, és Hanukiába gyújtod ezeket meg. Egyéb a menóra, mint szimbólum és jelkép végig szerepel az ünnep alatt, mindjárt föllököm, te akkor át rám fogod rúgni, érted? Végig szerepel az ünnep alatt, de az csak héttágú. Ez pedig ezzel a mécses tartóval, ami innen hiányzik, ezzel 9 ágú, ez 8 ágú, plusz itt van egy gyújtógyertya, tehát van, ahol már gyújtógyertya van, itt még alapvetően egy ilyen kis mécses tartó volt, csak az anyukám azt elvitte a világ, jó pofa vagy. Hát ennyit kell tudnod, és akkor ma a öreg Cilla odarongyol, és meg fogja gyújtani, amire főkérték az egyik Hanuka gyertyát. Egyébként most december 7-ével kezdődött el a Hanuka, érted? És akkor mai nap, az most számot ki hányadik nap, minden nap gyújtunk egy gyertyát. Jó, nézzünk ki.
Mert ennyit érdemes tudni, szóval ebben nem tudok gyertyát tenni, érted? Meg amúgy sem tartottam még hanukkát, de most nagyon megtetszett ez az egész. Most ami még nagyon fontos, hogy azt mondta nekem a drága Kitty, hogy ugye az askenázi zsidók általában kirakják ilyenkor a gyertyát az ablakba. Tehát minden nap vagy az ajtó elé szokták kitenni, itt Közép-Európában. És mit akartam még neked mondani? Fú. Ja igen, még azt akartam mondani, hogy képzeld el, hogy jövőre, 2024-be egyébként a Hanuka kezdete az december 25-től január 2-ig fog tartani. Mert tudod, ott az új év minden más, anyukám. Teljesen másba vagyunk, tudod? Egészen más a világ. Szóval neked ennyit szerettem volna ez véget elmondani, hogy te erre föl tudják készülni, érted? És akkor rongyolunk. Anyukám, összefagy a Cilla, nehogy az nem olyan, mint a Tel Avivba hanukáznak. Figyelj, itt óra alatt találkozunk, én már itt vagyok, millió ügybe. Itt már megy egy ilyen hára-hárinál minden, olyan boldogságban. És mindjárt gyújtom a gyertyát, na most figyelj ide követő. Megkérdeztem, hogy bevideózhatom el, és azt mondták, hogy kány problém. Te így fogok kamerázni, érted? Ilyen emelővel visznek a hanuka gyertyát. Meg fogsz vadulni, kapaszkodjál. Várjál, már nézek, várjál. Nekem már lögdöztem a rabbikat. Jó pofa vagy, mit gondoltál? De nézd. Ez itt a jó hangulatú fiatalembertől kérték, hogy is énekeljen. Ő dobta magát. Olyan, mint a klezmer, látod? És most így fogják meggyújtani. Legyek. Na, már lök neki. Szabkába kell lennünk, pedig van egy kipám, tudod? Földobom én a fiatalember, meg elajszik. Érted? Hát elvezem a mikrofont, amit kiöltött. És itt a hanuka gyerte, látod? Fogjuk megnyújtani. Itt vagyunk a nyugati téren, én mindig itt randíztam. Ha éppen nem a Skála metróba rongyolt be az öreg Cilla. Ez át, öreg Cilla fölmászik. Jó? Jó, jó. Jó, akkor én vagyok. Jó. Én már itt vagyok. Nézzük, emelik fel a Cillát, emelik fel, már itt vagyunk ezért. Innen gyújtjuk meg. Hát ez anyukám eddig emeltek. Jó pofa vagy. Hello, édesi. Nézzek, engem eddig emelte. Ja, nézzek. A rabbi bácsi engem itt irányítgat. Én mindjárt jövök erre. Ott. Jaj, nézzek, engem befotozzák az öreg. Jézusom. Mosolyunk, Miske? Mi kell? Persze. Elbívülő a mosolyunk. Mondod majd, hogy mi a teendő? Nyújtsd a kezedet. Jó. És együtt gyújtjuk. Működik? És ilyenkor a középső, tehát nem a szolga gyertyában. Jó. Nagyon figyelek, életem első hanuka gyertyájának a gyújtása. És lett tödő, most átadja magát az őrületnek. Nézd meg. És akkor mindjárt meggyújtjuk a ötödik hanuka gyertyát. Láttad, már itt fönn vagyok. Láttad, hol vagyok? Igen. És akkor ott. Még lejjebb kéne nyomni. Hoppá! Oda nézd! És már megint jutottok. Na, köszönöm szépen! Én is köszönöm! Nem tudom beszélni, mert hallgatnom kellett az imád! Várjál, majd egyszer éltünk, billeg az egész. Én a kis kocsin, és ott is, és most meggyújtják az összeset, oda nézd. Pipanyukám, ötödik hanuka gyert, és most az összeset régen mind az ötöt meggyújták, csak most mások jönnek, ja, többiek, a csapattársaim, és gyújtjuk a hanukát, egy olyatákat, és aztán engem innen kilöknek, nézd meg ebből a keresből. Várjál, még sehol nem vagyok. Anyukám, hogy kapaszkodjál meg, nézd meg. Halál, izé most kettő már ég, és akkor jön a többi. Öt órakozik ezzel az egész masinával. Nagyon szépen köszönöm, boldog. Happy Hanukka. Várjál már, jövő ki. Öreg Cilla, nem Vinc Cilla, és hív anyukám. Köszönöm szépen, hogy
Szerető bajongó, cúcsú. Vastagkör fogadott el utána, ne rendüljál el. Cúcs vagy, köszönöm szépen. Hú, de jöttem. Értem, hogy ezt jöttem ki. Szép estét kívánok mindenkinek, követőnek rajok. Hollalá! Hollalá, köszönöm. Tudni nektek. Tata, tata.